Egy szolnoki lakos arról tett bejelentést a rendőrségre, hogy 2022. október 26-án este az egyik helyi étteremben elaludt, miközben ismeretlen tettes a nyakában lévő övtáskájából 600 ezer forintot és egy aranygyűrűt eltulajdonított. A helyszínre kiérkező rendőrök megtekintették a biztonsági kamera felvételeit, amin személyismeretüknek köszönhetően felismerték a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét, akit Szolnokon fogtak el és előállítottak a rendőrkapitányságra. A nyomozók a férfi lakásán tartott kutatás során megtalálták a készpénz egy részét és lefoglalták. A 41 éves szolnoki férfit a nyomozók kifosztás büntett, megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgattak ki, majd őrizetbevételéről határoztak.